Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A mobilitás hét lecsengetéseként, vagy inkább annak apropóján, most nézőinknek szeretnénk felvillantani szeretet abból, hogy immár évtizedek óta milyen eredményes kutatás és fejlesztés folyik a Pannon Egyetemen, annak is MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti tanszékén, a motorhajtó anyagok kutatásában és fejlesztésében. Ezen kutatások vezetője és motorja dr. Hancsók Jenő, ma már professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, a MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézet tanszékvezetője volt, aki többek között a motorhajtó anyagok minőségének tanúsítását felügyelő tanács elnöki teendőit is ellátta. Ezért nem véletlen, hogy ráesett a választásunk, amikor a motorhajtó anyagok kutatására és fejlesztésének jelenlegi állapotára, valamint a jövőbeni helyzetre voltunk kíváncsiak. Beszélgetésünk során csak egy szűk területet, a motorhajtó anyagok fejlesztése és a fenntarthatóság viszonyát és a következő 15-20 év főbb tendenciáit érintettük, de talán, mint csebben a tenger, ez is megmutatja, hogy a kutatóknak milyen összetett problémákkal kell megküzdeniük, miközben döntést hoznak arról, hogy milyen fejlesztési irányokat kell kiszolgálniuk az emberiség túlélése érdekében. Tisztelettel és barátsággal köszöntök mindenkit, köszönöm a lehetőséget, hogy szakmai területen egy interjú keretében néhány gondolatban összefoglaljam azt, ami ma jellemző a motorhajtóanyagok kutatására, fejlesztésére, beleírta Magyarországot is. Az utóbbi időben, 5-8 évben a személygépjárművek területén előre törtek az elektromos autók. Most egy kicsit már tisztább a kép, és jól látni azt, hogy körülbelül 2040-2050-ig a tisztán elektromos személygépjárművek, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert a közúti áruszállítás, tehát a tehergépjárművek esetében teljesen más tendenciák vannak, mint a személygépjárművek esetében. Nem beszél, hogy a hajó. Az egy másik tématerület teljesen, és a légiszállítás is, de maradjunk annyiban a közúti szállítás és közlekedés vonatkozásában. A személygépjárművek esetében most már egyértelműen látható, hogy 2040-2050-ig körülbelül 30% lesz a tisztán elektromos gépjárművek részaránya. A korábban jelzettektől lényegesen kisebb részarányt elfoglalva. Most itt volt a jelzést, a hibrid, tekintetjük a mostani keresett visszaesést is, nem? Az ennek számos oka van, amelyek, én azt mondom, ezek már közismertek. De még ehhez hozzá fog jönni még egy igazi döntő tényező, körülbelül 5-8 év múlva, amikor nagy darabszámban az elektromos személygépjárműveknek az újrahasznosításáról kell gondoskodni. Ez fogja eldönteni tulajdonképpen a tisztán elektromos gépjárművek jövőjét. Ki mondott egy varázsszót, ez a hibrid? Természetesen a hibrid gépjárművek előretörése az továbbra is tartani fog. Itt egy elektromos és egy belső égésű motor különböző kombinációival hajtják meg a gépjárművet. Elsősorban benzinmotorokra gondolok itt a belső égésű motoroknál, és valószínűleg ezek veszik át a vezető szerepet. Nem szabad azonban a belső égésű motorokat leírni. Nagyon nagy jelentősége lesz továbbra is a benzinüzemű motoroknak, hiszen ezek élettartama és a gépjárművé az 25-30 év is lehet megfelelő karbantartás esetében, meg az elektromos autók esetében ez a felénél is kisebb részarány. Ezáltal az akkumulátor élettartamát vagy az a szükség. És a gépjármű kialakítása is mindenhez hozzájárul. Ami nagyon fontos, hogy Magyarország szempontjából hogyan fog alakulni a használt autóknak a piaca, hiszen Magyarország nagyszámú
külföldi gépjárművet, használt gépjárművet importál és értékesít, és nagyon jelentős ezek részaránya a magyar személygépjármű állományban. Nagyon kérdőjeles és nehéz feladat előtt áll a magyar nemzetgazdaság olyan szempontból, hogy ezeknek a gépjárműveknek a gyors minőségromlását hogyan tudják majd ellensúlyozni, illetőleg az újrahasznosítás hogyan fog megtörténni. Türelemre van szükség, várjuk meg a végét. Ez a dolog egyik oldal. A másik oldal, hogy az üzemanyagok fejlesztői ugye nem állhatnak le, hiszen követelmény az egyre nagyobb energiatartalmú, egyre olcsóbb talán, ha az nem is mindig érvényesül, üzemanyagok előállítása. Tehát az ön munkáját továbbra is az határozza meg, vagy az határozta meg, hiszen most már nyugdíjas, de az eddigi publikációiban az áll, hogy nagy energiatartalmú üzemanyagokat állítson elő. Én ugyan nyugdíjas vagyok, de professzor emeritus, de jelenleg is aktívan részt veszek a kutatófejlesztő tevékenységekben, illetőleg a publikációs tevékenységben, most is éppen megjelenés alatt van egy közlemény nemzetközi folyóiratban. Igyekszem Magyarországon is a megfelelő tendenciákat minden szinten bemutatni, és az egyetem, a Pannon Egyetem doktori iskolájában a tématerületeken megfelelő napi aktualitásokkal felvértezni a hallgatókat, és természetesen van még doktorandusz hallgatóm is, akinek a tématerülete szintén a korszerű motorhajtóanyagokhoz kapcsolódik. Nagyon fontos a fejlesztés és a fenntartható irányba történő fejlesztés, amit már évtizedek óta folytat a tanszékünk. Nem véletlen, hogy a MOL ezt a tanszéket választotta, és a MOL-nak ez az első egyetemi tanszéke, a MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti Tanszék. Hosszú évtizedeken át a motorhajtóanyagok kutatásában, fejlesztésében, ugyanezt mondhatom el a kenőanyagokról is, a tanszék, a mérnöki kar és a Pannon Egyetem Magyarország zászlóshajója volt, és a nemzetközi publikációk Magyarországon készült részarányának körülbelül 70-75%-át tette ki azon közlemények száma, amelyeknek bölcsője a tanszék volt. Az idézettség az pedig még ennél is hatványozottabb, meghaladja a Magyarország összes motorhajtóanyag idézettségnek a 80%-át is. Menjünk vissza egy kicsit a kezdetekhez, az ön ötletének nem kis részben köszönhető ez a tudományos karrier, vagy úgy mondjam, hogy egész egyetemet, vagyis a tanszéket értem alatta, hiszen egyszer csak rájött, hogy az üzemanyagoknak van egy olyan csoportja, amivel érdemes közelebbről foglalkozni és megismerkedni. Itt a nagy hidrogéntartalmú benzinekre, gázolajokra gondolok, amik izomerizációval termelhetők ki. Nagyon köszönöm a nagyon jó meglátást. Rendszer szemléletbe tekintve az egészet körülbelül 35-40 évre tehető, amikor elkezdtük a nagy izoparafin tartalmú motorhajtóanyagok kifejlesztését. Először ez kezdődött a motorbenzinekkel, majd következtek a dízelgázolajok és jelenleg a sugárhajtó műzemanyagok. Rendkívül fontos azt tudni, hogy az áruszállítás, ami szárazföldön kamionokkal leegyszerűsítve valósul meg, a légtérben repülőgépekkel, a vízen pedig különböző méretű hajókkal más minőségű motorhajtóanyagokat igényel, mint a személygépjármű.
mint a benzinüzemű gépjármű, pardon, dízelgázolajokról szeretnék röviden beszélni, és a sugárhajtómű üzemanyagokról. Legfontosabb a motorbenzin után most jelen pillanatban úgy érzem a jó minőségű dízelgázolajok előállítása alternatív forrásokból. Ez csak részben megoldott. Nagyon jelentős a kőolaj eredetű hányad, hiszen nem lehet egyik pillanatra a másikra átállítani az egész ipart arra vonatkozóan, hogy megújuló forrásokból állítson elő dízelgázolajat. Ennek több oka van, egyrészt alapanyag, nyersanyag oka van, másrészt pedig a műszaki fejlesztésekhez megfelelő időre van szükség. A dízelgázolajok felhasznált mennyisége a jövőben jelentős mértékben növekedni fog. Annak ellenére, hogy ezt 5-10 évvel ezelőtt nem ezt prognosztizálták, mi természetesen már ezt akkor is jeleztük előre, nemzetközi közleményeink tanúsítják ezeket, és nagy nemzetközi konferenciákon, kongresszuson tartott előadásaink mondani valója. Fontos a dízelgázolajok esetében, hogy nagy energiatartalommal rendelkezzenek, és alkalmasak legyenek a motor működési körülményei között energiájuk átadására. Ez a legfontosabb minden motorhajtóanyag esetében. A dízelgázolajat ma minden mennyiségben el lehet adni, jó minőségűt a világon. Függetlenül attól, hogy ez kőolaj eredetű. Ennek nem csak a háborúk az okai, hanem bebizonyosodott az, hogy a közúti szállítás, a vasúti szállítás és a vízi szállítás esetében ezek nélkülözhetetlen komponensek. És azok is maradnak. Összesen 2050-ig meghatározó részarányuk lesz. Vannak próbálkozások, elektromos kamionoknak a előállítására és üzembehelyezésére, ez folyamatosan történik. Jelenleg csak néhány példánya van, vagy néhány száz, vagy egy-két ezer a világon, összességében nem meghatározó. Nagy fejlesztés történt a hajózás vonatkozásában, hiszen a károsanyag kibocsátás csökkentésére egyre inkább kisebb kéntartalmú üzemanyagokat használnak. A korábbi 3,5, 2,5 vagy 1% kéntartalmú hajtóanyagok helyett ma már az 500 mg per kilogramm, az 500 tömeg ppm kéntartalmú gázolajok kerülnek felhasználásra egyre nagyobb részarányban. De természetesen vannak a megújuló komponensek is, ezt ne felejtsük el, erről majd talán külön beszéljünk, hogy az egyes motorhajtóanyagok esetében milyen megújuló komponenseket lehet használni. És erre nagyon nagy szükség volt, hiszen gondoljunk bele, hogy a közúti közlekedésben és az áruszállításban 10 mg per kilogramm kéntartalmú, azaz 10 ppm kéntartalmú, legfeljebb ilyen kéntartalmú motorhajtóanyagokat használtunk, addig a hajózásban 35 ezer, ugye 3,5%. Jó, bizonyos mértékben ezt a káros anyag kibocsátást a hajóra beépített berendezése csökkenteni lehet, de akkor is ez nagyon-nagyon jelentős, és nagyon nagy ezeknek a régi hajtóanyagoknak az aromástartalma, és ennek következtében a korom füstkibocsátás, részecske kibocsátás rendkívül nagy mértékű. Szólnom kell arról, hogy a jövőben a légi közlekedés és a légi szállítás jelentős mértékben növekedni fog, körülbelül 2,5-3%-os éves növekedést prognosztizálnak. Ez azt jelenti, hogy a felhasznált üzemanyag mennyisége is lényegesen növekszik. Talán megdöbbentő, de szeretném tájékoztatni a kedves hallgatókat, hogy jelenleg a légi közlekedésben és a légi szállításban felhasznált üzemanyagok részarányát
99,5%-nál nagyobb részarányban kőolajból állítják elő. Nincs alternatíva, olyan alternatíva, ami hosszú távolságokra megbízható, biztonságos repülés lehetővé tenne. Nyilván egyszerű körülmények között repülnek a repülőgépek, lehet, hogy plusz 50 foktól mínusz 60 fokig kell az üzemanyaguknak helytállnia. A sugárhajtómű üzemanyagok kőolajból történő ilyen nagy részarányú előállítását az indokolja, hogy a kőolajból előállított hajtóanyagok körülbelül 80 éve beváltak. Ennek az egyik fontos jellemzője az a kőolajból előállított szénhidrogén elegynek, hogy rendkívül nagy a hőstabilitása, és megfelel a sugárhajtó művek és a légi közlekedés és szállítás körülményei közötti feltételeknek. Nagyon nehéz erről sok mindent mondani, hiszen erről könyveket írnak. Úgyhogy talán annyit szeretnék mondani, hogy a biztonság, a gyorsaság, a kényelem és az emberi lét a fenntartható mobilitás alapvető egyik feltétele a biztonságos légi közlekedés. És nem véletlen az, hogy ezen üzemanyagokat sokkal nagyobb költségekkel lehet előállítani, mint a motorbenzint vagy a dízelgázolajat, hiszen a minőség ellenőrzés és a biztonságtechnika teljes értéklánc mentén történő kialakítása és felügyelete lényegesen fokozottabb és erőteljesebb, mint a másik két motorhajtóanyag esetében. Úgy érzem, hogy elkezdődtek azok a kutatások, amelyek eredményre vezethetnek megújuló forrásokból is. Itt azonban jelenleg még alapanyag, nyersanyag problémák vannak, tehát a jövőben csak nagyon lassan várható az, hogy megindul a megújuló forrásokból történő sugárhajtómű üzemanyag komponensek előállítása. A prognózisok szerint körülbelül 2040-re mintegy 30% lesz ezek részaránya, részben ezek bioeredetű komponensek lesznek, részben pedig megújuló forrásból származó elektromos áram segítségével, víz elektrolízissel előállított hidrogénből és a levegő vagy pontforrásban lévő széndioxid leválasztásával, illetőleg az ebből képzett hidrogén széndioxid elegyből történő szénhidrogén előállítás majd hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő minőségű komponenseket lehessen előállítani. Ezeket egyébként elsugárhajtó műüzemanyagoknak hívják. Ezek részaránya 15-20% lesz még 2040-ben is. Tehát jól értem, hogy a levegő széndioxid tartalmát is csökkentik, nyilván nem olyan mértékben, mint kívánatos lenne. Igen, talán ezt még egyszer elmondanám, hiszen ez egy nagyon fontos terület a jövőben, hogy megújuló elektromos áram, tehát a nap, víz, szél, stb. Energia segítségével előállított elektromos áramot használjuk fel arra, hogy hidrogént állítsunk elő. Ez a víz elektrolízisével történik, amelynek egyik kísérő terméke az oxigén. Az oxigén, de az nem baj. Igen. A hidrogént széndioxiddal reagáltatva, megfelelő reakciófeltételek között szénhidrogéneket és különböző vegyületeket lehet előállítani. A széndioxidot
vagy levegőből nyerjük, ami jelenleg nagyon költséges, hiszen a levegő szén-dioxid koncentrációja alacsony, és ebből kell kinyerni. A pontforrások esetében ez lényegesen előnyösebb lehet, például egy szénerőműnél, vagy egy bioetanol előállító üzemnél jelentős mennyiségű szén-dioxid keletkezik, és ez onnan leválasztható, elválasztható, és megfelelő előkészítés után Fischer-Tropsch szintézissel, vagy más szintézissel átalakítható, akár metanollá, vagy különböző szénatomszámú szénhidrogénekké. Összességében véve a légiközlekedés és szállítás 2050-ben a legpozitívabb elvárások szerint is még mindig körülbelül 40% kőolaj eredetű szénhidrogéneket fog felhasználni. És több is sem elektromos lesz, hanem az ön által említett szintén is nagyon, előított kiegészítő. Igen, nagyon nagy fejlesztések vannak, kutatások. Az elektrifikáció területén is, a légi közlekedésben is, a szállításban. Ezek részaránya csak rövidebb hatótávolságra fog terjedni, és körülbelül 2050-ben 2-3%-ot tehet ki. A hidrogén elterjedése az talán jelentősebb lesz, ez akár elérheti a 10-15%-ot is, de még ehhez nagyon-nagyon nagy fejlesztésekre van szükség. Tehát jelenleg a szénhidrogének a legjobb minőségű hajtóanyag komponensei a folyamatos működési elvű gázturbinák számára, amelyek a légiszállítás energia forrásai. Térjünk vissza a földre, mert egy fél szóval szóba került az, hogy a belső égési motorok, tehát mind közönségesen személy gépkocsik, gáz vagy dízel, gázolaj vagy dízel olaj, illetve benzin meghatású személygépkocsik üzemanyagába is lehet megújuló energiaforrásból származó anyagokat keverni. Ezt viszont szigorú úgymond törvények szabályozzák, vagy előírások, hogy mennyit lehet. Így. És ezt most korlátozzák. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Akkor nézzük szisztematikusan motorbenzinekbe. A bioetanol bekeverése most már évtizedek óta folyik. Ez Magyarországon 10 térfogat százalékban megengedett. Nyilván ismerjük a bioetanolnak az előnyös és hátrányos tulajdonságait is. Ez a 10%-os részarány még nem csökkenti úgy a szénhidrogén alapú motorhajtóanyag energiatartalmát, hogy az lényegesen érzékelhető lenne. Ugyanakkor megújuló forrásból származik. Ennél jobb komponens a bioetanolt felhasználó és a bioetanolt molekula alkotóként tartalmazó bioetil-terciárbutiléter, az ETBE, ami izobutilénből, ami olajeredetű izobutilén, és bioetanolból áll. Ez a komponens kiváló minőségű, nagy oktánszámú, összességében véve jó minőségű keverő komponens. És a jövőben számolni kell azzal, hogy a sugárhajtómű üzemanyagok, illetőleg a dízelgázolajok alternatív megújuló komponenseinek előállítása során értékes kísérő termékén megújuló motorbenzin keverő komponensek keletkeznek, amelyeknek ha elegendően nagy az oktánszámú, akkor a motorbenzinbe bekeverhető. Tehát rendszer szemléletbe kell az egészet tekinteni. És akkor most mondanám, hogy a dízelgázolajok esetében szintén több évtizede kevernek be megújuló komponenst, ilyen a biodízel, a zsírsav alkilészterek, zsírsav metilészter, amelyeket különböző olajokból,
vagy zsiradékokból, vágóhidi melléktermékekből, erdészeti melléktermékekből, stb. Állítanak elő. Ezeknek a részaránya azonban 7 térfogat százalékra korlátozott az Európai Unióban, mert vannak olyan nem kívánt hatásai, amelyek miatt szükséges korlátozni ezek dízelgázolajokba bekevert mennyiségét. Ugyan vannak térségek, ahol nagyobb mennyiségben használják ezt fel, de a korszerű motorok esetében ajánlott ezt a korlátozást betartani. Az utóbbi 5-10 évben a legjobb minőségi komponenseket a zsírsavakból, zsírsav észterekből, amelyek lehetnek természetesek és hulladék eredetűek, olyan új molekulákat állítunk elő, amelyek izoparafinok. És most találkozik az a rendszer szemléletű ötlet, hogy a motorhajtóanyagok legjobb minőségű komponensei az izoparafinok. Felismertünk olyan kémiai átalakító eljárásokat, amelyek segítségével a növényolajokból, vágóhidi zsiradékokból, használt sütőolajokból, stb. Megfelelő katalitikus rendszerben elő tudunk állítani ugyanolyan molekula szerkezetű izoparafinokat, mint amelyek a kőolajban vannak, illetőleg a kőolajból származó termékek megfelelő átalakításával nyerhetők. Ez rendkívül fontos, hogy a természet összhangja az kihasználásra kerül és felismerésre került, hogy tulajdonképpen van egy fosszilis energiahordozó, amiből ugyanazt a komponenst gazdaságosan, alapanyag és energiatakarékosan lehet előállítani, mint megújuló forrásból kiindulva. Tehát ez rendkívül komoly felismerés. Örömmel mondom el, hogy ezen a tématerületen több európai és hazai találmánnyal rendelkezik a MOL Ásványolajai Széntechnológiai Intézet, tehát a Pannon Egyetem mérnöki kara és a Pannon Egyetem is. Itt szeretném köszönetemet kifejezni a Magyar Tudományos Akadémia, TTK tématerületen dolgozó kollégáknak is, akikkel szoros együttműködésben és kutatófejlesztő tevékenységben sikerült ezeket az eredményeket elérni. Természetesen ez a MOL támogatása és a MOL-nál lévő kutatófejlesztő kollégák segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg. A MOL töltőállomásain 2022 óta forgalmazzák a nagy energiatartalmú és bioparafinokat tartalmazó dízelgázolajat, amelyet a Pannon Egyetem ásványolaj tanszéke és a MOL szakemberei közösen fejlesztettek ki. Ezt az üzemanyag féleséget Szászonbartán egy 2 millió tonna per év kapacitású üzemben állítják elő. Ez a termék minden szempontból megfelel az EU és más szabványok legszigorúbb minőségi előírásainak, és további biokomponensként 7 térfogat százalék biodízelt, vagyis zsírsav alkilésztereket is tartalmaz. Ennyi fért a hétfő esti stúdió mai adásába. Találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!